Szervusz. Hogy vagytok otthon? Jól, mindenki jól van. A gát? Hát azzal nincs semmi baj. A vízszint? Az meg 2 centit emelkedett. Esténként nem vagy otthon, mi? De otthon vagyok. Vigyázz már, hogy a kicsik ne lássák meg a cicázásodat. Ne fijen, édesapám, nem látják meg. Ügyvédnél voltál? Képzeld, édesapa, Daniel bácsi kiküldte a sofőrit, hogy mi van velünk, és a kölcsönruhát visszahozta, azt mondta, hogy majd ő is kijön. Nagyon rendes tőle. Mit mondott az ügyvéd? Azt mondta, hogy majd mindent megtesz. Mennyit kapok? Hát az attól függ, mert lehet, hogy csak pénzbírság, de lehet, hogy a legsúlyosabb, hát szóval halál. Tetszik tudni az a kérdés, hogy apukával példát akarnak is tatuálni. Micsoda? Halál? Statuálás a lényeg, mert azt szerint kapja apuka büntetést. Szép dolog. Mit mondott még az ügyvéd? Azt mondta, hogy majd ne tessék csodálkozni, ha ő a tárgyaláson igen súlyos büntetést kér. Kicsoda? A védő ügyvéd? Igen, mert ha apuka kulák volna, azokból most sok van, de mert apuka pártag, ő meg párton kívüli. Hát szóval a szocialista jog meg minden. Mi van a szocialista joggal? Gondolkozz csak. Hát a statuálás a lényeg. És hogy ne tessék idegeskedni. Jó van. Csókolok beleteket, vigyázzatok magatokra. A gátra ügyeljetek, ürgén vakondom pedig ott legyen a szemetek.